Jó estét kívánok! Egy szomorú kötelességemnek teszek eleget avval, hogy megkérem és felkérem Fekete László főkántor urat, hogy a nemrég a zenekar egyik tagja, eltávozott tagja, lelkére vagy lelki üdvére emlékezve hajtsunk fejet az emléke előtt. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink, biztos már ismernek, de bemutatkozom, Szerdóczi Ervin vagyok, a Újpesti Zsinagóga rabbija. Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy itt vannak a koncertünkön, és megtiszteltek jelenlétükkel. Már 12. éve, hogy szimfonikus zenekar kíséri kántorainkat, előadó művészeinket. Kumi oiri, kivo oire, ka vodajdojnő olaik zúru, kej föl árasz világosságot, mert előtt a te világosságod, az örökkévaló dicsfénye terát sugárzik, mondja a Zsoltár. Kántor koncertünk azért rendeződik, azért jött létre, hogy világosságot árasszon, hogy megismerjék, megszeressék a zsidó liturgia és a jidis népi dalokat. Ebben az évben is kántorainkat a MÁV szimfonikus zenekarra fogja kísérni. Fogadják őket szeretettel. Először, de remélem nem utoljára, megtisztelt bennünket a dirigens úr, Farkas Robert úr, sok sikert kívánok, és köszönjük, hogy elfogadta ezt a lehetőséget. Koncertünk kitervelője és végrehajtója Székelyhídi Hajnal, egykori tanárom. Ő rendezte, és ezután is hálás köszönet neki, kérem fogadják és köszöntsék őt szeretettel, nem tudom, hogy hol van. Nos, az anyagi támogatásért köszönöm az újpesti polgármesteri hivatalt, aki kiemelt támogatónk. Megtisztelt jelenlétével Újpest polgármestere, Déri Tibor úr, és az, akivel direkt kapcsolatban voltunk, és biztosította minden irányból és minden oldalról a koncert lehetőségét, anyagilag támogatta. Köszöntjük szeretettel Bedő Katalin alpolgármester asszonyt,
és nagy tisztelettel felkérem, hogy köszöntse önöket. Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a hagyományos újpesti kántorkoncerten, amelyet a megszentelt, gyönyörű falak között élvezhetünk. És immár tradícióvá vált, hogy e rendezvény is színesíti a nyárvégi újpesti városnapokat, természetes módon beleágyazódik és hozzátartozik Újpest kulturális eseményei közé, amihez az önkormányzat minden szükséges támogatást megad. Nincs kétségem afelől, hogy ma este újra ünnepi élményben lesz részünk. Az énekesek és a zenészek mindannyiunkat elkápráztatnak, és elhozzák nekünk a csodát. Élvezhetjük a repertoárok, hol szívszorongató, hol vidám, örömteli érzéseket előcsalogató hatásait. Tartsuk nyitva szemünket, fülünket és szívünket, mert a dallamok most is magukkal ragadnak, jidis tudás nélkül is élvezni fogjuk a művészi előadást, a spiritualitást, a kreativitást, a különböző hatások keveredését a zenében. Garancia erre az újpesti kántorkoncertek több mint 10 éves tapasztalata, az ismerős szereplőgárda, a MÁV szimfonikusok kiváló előadása, valamint az esemény ötletgazdája, rendezője, szervezője, egy szóval mindenese Székelyhidi Hajnal személye. A kántorok ezeket a dallamokat generációk óta éneklik. Egy olyan fantasztikus kultúrának a hordozói, amelyet sosem szabad elfelejtenünk. Úgy is mondhatnánk, hogy a zsidó kultúra énekesőrzői ők. Céljuk, hogy megőrizzék a zsidóság vallási hagyományait, és egyben megújítsák a zsidóság ősi imáit és énekeit. A kántorság összetett feladat. Nem elég a szép hang, tisztában kell lenni a zsidó liturgiával is. A kántorok zenei szempontból hitelesen reprezentálják a zsidó vallási életet, és a gyülekezeti teendőik mellett énekművészek is. Mára már színházakban, operaházakban, zsinagógákban, különböző hangversenyekkel hozzák közelebb a zsidó dallamvilágot, az ima művészetet, a vallási hovatartozás nélküli emberekhez. Az újpesti zsinagóga a maga különleges építészetével, a vallási hagyomány gyakorlásának kiemelkedő, a csodálatos akusztikájával egyben a kántorkoncert egyik legmegfelelőbb helyszíne. Biztos vagyok abban, hogy a hangverseny élvezete, mint oly sokszor, ma is elkápráztat valamennyiünket. A magunk öncélú örömén túl, abban a reményben kívánok mindenkinek jó szórakozást, hogy ez a rendezvény is szolgálja a kántorművészethez tartozó zenei kultúra széleskörű megismerését és megszeretését. Köszönöm. Köszönöm szépen a meleg szavakat. Mi is biztosítottuk a meleg légkört, úgyhogy... Nos, köszöntöm nagy szeretettel a 15. kerület polgármester asszonyát, Cserdini Németh Angéla asszony. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Köszöntöm Varjó László országgyűlési képviselő urat. Még egyszer köszönet az újpesti polgármester hivatalnak, a anyagi támogatásért, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak, a Budapesti Zsidó Hitközségnek, a Mazsikisznek és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemnek, aki támogatta ezt a koncertet. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az országos főrabbi urat, dr. Fröhlich Robert. És köszöntöm, ha bár nem akart előre ülni, a
BZH Mazsihisz gazdasági igazgatóját, Pasternák Tamás urat, ott van valahol a hátul, de itt. Koncertünkön fel fognak lépni Fekete László, Zucker Imánuel főkántorok, Budai Miklós kántor, Ráb László Gábor előimádkozó, valamint az Orzsely Zsidó Egyetem kántor jelöltjei. Hinema tov, uma naim, shevet ahim kam yachad. Milyen jó és kellemes, hogy együtt vagyunk, bár lehetne kicsit hűvösebb. Ezt tűztem, és ezt tűzzük koncertünknek a motójául, ami persze asszociál avval, ami a zsinagógánk timpanyonára van vésve, ki bési vés tifilusi, kore kolhu amim, ez a ház minden népnek, minden vallásnak az imaháza, nyitott mindenki előtt, aki kíváncsi a zsidó művészetre, és nagyon örülünk, hogy ez a nyitott kapun ennyi sokan léptek be. Tisztelt vendégeink! Ez a koncert önökért, és önökért van, és önökhöz szól. Kívánom, hogy érezzék jól magukat a zsinagógában. Maradandó emlékkel távozzanak, és tiszteljenek meg bennünket jövőre is, amennyiben lehetőségünk lesz újra megtartani ezt a koncertet. Nos, hát ez így szokott lenni, hogy összekeverem a lapokat, de türelem, csak idő kérdése és... Nos, siker! Akkor megnyitjuk koncertünket, és az első rész egy klasszikus mű, egy klasszikus oratórium, Verdi Nabucco négy felvonásos operájából fogják hallani a nyitányt. Ennek a kórus híres kórusa, Vapien Sero kezdetű kórusmű. Ami rosszul kezdődik, jól is végződik. Nos, a híres Vapien Sero kórusmű a 1448-ban a olasz forradalom dala lett. Maga a mű természetesen a Nabukadnezárnak a birodalmáról szól, és a zsidók babiloniai fogságáról, onnan való szabadulásról. Olvassuk a Zsoltárba, hogy minden kivitte az örökkévaló fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodozók. Nagyot tett az örökkévaló velünk, örök érvényű üzenet. Akkor voltunk mi igazán örvendezők, és mindig is annyiszor a történelemben. És itt van a fantasztikus üzenete a Zsoltárnak, a 126. Zsoltárnak, hogy ki vet könnyel, ujjongással fog aratni, járva jár és sír, ki hordja az elszorandó vetőmagokat, de jő az aratás, és örülni fog, ujjongani fog, aki behordja a kévéket. Kérem szépen, hallgassák meg Verdi Nabucco operának a nyitányát, előadja a MÁV szimfonikus zenekar, és nagy köszönettel és hálával és tisztelettel köszöntöm én is a dirigenst, Farkas Norbert urat.
Amit már mondottam, koncertünk két részből áll. Első rész a liturgiai zeneblokk, a második rész jidis dalok, és természetesen ezeket hangszerelni is kellett, és nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a mestert, aki hangszerelte, Butz Magor urat. Koncertünket egy szombati imá részlettel kezdjük. Szövegét két babiloniai rabbi, Szádja Gaon és Amram rabbi szerkesztette a 8.-9. században. A szöveg első 24 szava fordított sorrendben van, a zsidó ABC fordított sorrendjében van írva. Ez egy kabbalisztikus forma, ami annak az az üzenete, hogy eljuthatsz a legfelsőbb fokig, ami az ABC-ben a legmagasabb, a 400-at képviselő távbetű, de akkor is vissza kell kerüljél, vissza kell jussál, újra kell induljál az elevből, az eredetre, ehhez kell visszatérjél, hogy mélyítsed tudásodat, hogy megértsed talán a történések igazi értelmét ebben a különös, a teremtés folytató és örökké meg nem álló folyamatban. Kérem szépen hallgassák meg Taub Butz Magor Tikantó Sábosz szombati imarész Fekete László előadásával. Oh.
Fejemen marad a kiba, elmenjek költjen táncosnak. Kérem szépen, újabb megzenésített imarész következik. Istenünk, őseink Istene, legyen kedvedre minden, amit teszünk. Szentelj meg bennünket akaratod szerint, hadd legyen részünk tanításodban. Tisztíts meg szívünket, engedd, hogy örüljünk segítségednek. Kérdezem én, lehet több, amit egy hívő ember kérhet Istentől? Kérem, hallgassák Budai Miklós kántor előadásában Katsénu. Thank you.
Kadshenu b'mitzvaseichu, v'senchekenu b'soyroseichu, sameinu mituvechu, v'samechenu b'shuoseichu. V'etaher libenu le'ovdechu be'emes, v'etaher libenu le'ovdechu be'emes. Nagy ünnepeket megelőzően szliches imákat mondunk, amiben annak adunk kifejezést, hogy tudjuk, hogy a sors kiszámíthatatlan, és az ember is mindjárt tudjuk, hogy csak az égből várhatunk segítséget, csak az Isten segítségétől mehet tovább az életünk, és alakulhat sorsunk. A következő ima egy könyörgő ima: mennyei Urunk, könyörgünk hozzád, mint fogoly fogvatartójához. A rabokat pénzen váltják ki, népedet azonban irgalommal és könyörgésen. Add meg nekünk, hogy ne kelljen üres kézzel távoznunk előd, színed elől. Mennyei Atyánk,
Úgy könyörgünk hozzád, mint rabszolga urához. Elnyomottak vagyunk, és sötétben lakozunk. Lelkünk megkeseredett a sok bajtól. Nincs erőnk kiengeszteni téged, Urunk. Őseinkkel kötött szövetség szerint cselekedj velünk irgalommal. Kérem, hallgassák meg Hábet Misumáim, Zucker Immanuel előadásában. Thank you.
Ünnepeinken és fél ünnepeinken imáink kiegészülnek az úgynevezett Hallel imával, ami a 113 és a 118. Zsoltár szövegéből tevődik össze. A Zsoltárok hangot adnak annak, hogy az ember szabad akaratot kapott Istentől, és hálával tartozik Istennek, és csak a élők tudnak hálát adni Istennek, a holtak erre nem képesek. Az örökkévaló megemlékezik rólunk, szálljon ránk áldás az örökkévalótól, ki az eget és földet alkotta. Az ég az örökkévaló ege, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az örökkévalót, nem azok, akik a sírhonába térnek, hanem mi élők, mi áldjuk az Urat most és mindörökké. A Zsoltár szűkebb értelmezése, tudjuk Istenünk, hogy hálában tartozunk. Készek is vagyunk bármikor és minden alkalomkor hálát adni neked, de ahhoz, hogy hálát adhassunk neked, életet kell adjál nekünk, tarts hát bennünket életben. A 115. Zsoltár részlete következik, Istenünk áld meg Izrael házát. Előadják a kantor hallgatók. Oh.
Egy különös ima rész következik, állítólag a berdicsevi Lévi Iczák rabinak az imája volt, dala. És róla mondják, mesélték, hogy egyszer a berdicsevi Lévi Iczák rabin megállt ima közben, és azt mondta, világ ura, emlékezz, bejártad hajdan a világot, és el akartad adni a tórádat. Áruba bocsájtottad, mint egy kosár éretlen almát. De nem tudtál túladni rajta, senki nem volt kíváncsi se a tórádra, se a tanodra, sőt se rád. És akkor jöttünk mi zsidók, és átvettük a tórát. Most meg csere üzletet ajánlok én neked. Van egy csomó bűnös emberünk, és van sok gonosztevő is közöttünk. Neked pedig ott van a sok megbocsátásod, és az engesztelésed. Istenem, csináljunk egy kis üzletet, cseréljük ki egymás között ezeket. Persze, persze, én tudom jól, mit fogsz mondani. Azt fogod kérdezni tőlem, hogy netán egy az egybe akarom ezt a cserét? Nem, világ ura, nem. Hiszen nekünk, ha nem lennének bűneink, ugyan mit kezdenél te a sok bűnbocsánatoddal? Éppen ezért ráadásul kérünk életet, gyerekeket, táplálékot, hisz ez neked nem olyan nagy dolog, adhat meg nekünk. Következik Ráb Gábor előadásában O Dudele. Oh,
Se mi tengo do, holdi la schnell.